Igazán megnyugtató tudni, hogy a szánalmas drámázások ugyanúgy előfordulnak Hollywoodban, mint akárhol máshol. I hate you. I hate you. I wish I was never artificially created in a lab. Oh, Scott, that hurts, Daddy, when you say that. Honestly. Üdvözlünk a Magyar Rovacsmozsó oldalán. A mai videóban bemutatjuk a top 10 legproblémásabb hollywoodi színészt, színésznőt. Mm-hmm. It's exciting. It's exciting. Ezen a listán azokat a sztárokat vesszük sorra, akikkel hírhetten nehéz együtt dolgozni. You should have learned your place on the f***ing basketball court. Elmondjuk, hogyan viselkednek a forgatáson, legalábbis az alapján, ahogy a médiában szerepelnek, és hogy mennyi gondot okoznak kollégáiknak. You know, dirt cleans off a lot easier than blood, Quintus. Tizedik, Charlie Sheen. I'm by winning. I win here and I win there. Now what? Charlie Sheen botrányos viselkedéséről mindenki hallott már, és ebbe beleszámít az az eset is, amikor véletlenül rálőtt a mennyasszonyára. When she lifted my pants off the scale, it fell out of the back jeans pocket and hit the floor and shot a bullet right between her legs. You borrow my brain for 5 seconds and just be like, dude, can't handle it, unplug this bastard. Ezek alapján könnyen el lehet képzelni, mennyire lehet nehéz együtt dolgozni vele. He also tells me Chuck Lorre is a loser and a clown and a whole lot worse than that. Az állandó panaszkodása és kirohanásai, és persze az igen kemény kritikái a producerei ellen végül nem maradtak következmények nélkül, és kirúgták a mindenki által jól ismert Két pasi meg egy kicsi című sorozatból. Hey, Alan, come on in. Why don't you come in here? I can't, I lost my key. Sheen miután januárban kábítószer elvonó kúrán volt, azt állította, hogy tiszta. I'm tapped out, Mark. American Express got a hitman looking for me. 9. Shia LaBeouf. No. No, 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 no! Bárki, aki egy kimagasló eseményen, a vörös szőnyek közepén egy zacskót húz a fejére, valószínűleg nem teljesen komplett. After actor Shia LaBeouf turned up wearing a paper bag over his head with the words I am not famous anymore. Ne tévesszem meg a gyerekes külső és az ártatlan kutyaszemek, Shia többször bebizonyította már, hogy egy igazi seggfej tud lenni. Okay, here's the dream. Your B minus. A hosszú út lefelé akkor kezdődött, amikor kiderült, hogy LaBeouf az új rövid filmjének a sztoriát Daniel Klaus egy képregényéből lopta. Emiatt bocsánatot kért, de mint kiderült, a bocsánatkérést is Alec Baldwin-tól és Russell Crowe-tól nyúlta. Now Baldwin just recently responded via the New York Times, stating he was very disappointed and regarding what people feel about the events that happened, you expect communications to be private because everyone wants this process to be as collegial as possible. Egyes pletykák szerint kirúgták. No sacrifice. No victory. 8. Edward Norton. I'm gonna teach you a real lesson now, motherfucker. Norton egy kicsit kilóg a listából, ugyanis a szakmában többen épp azért nem kedvelik, amiért a közönség igen. Quit your crying, I can't understand a goddamn word you're saying. You little sissy, you make me sick. A színész nagyon komolyan veszi magát és a szerepeit, azonban ez egyesek számára, ráadásul egy hosszú forgatáson idegesítő lehet. If you come near Danny again, I will feed you your heart, Cameron. Amerikai História X vágását is saját maga akarta felügyelni, mert nem bízott abban, hogy a rendező kellően jó munkát végezne, de a Hihetetlen Hulk rendezőjével is meggyűlt a baja. Bár többen azt beszélték, hogy maga a dráma megrendezett volt, és a film marketingéhez hozzátartozott, Norton semmilyen promócióban nem vett részt, miután kiadták a filmet. Szóval igen, ő az a fajta alkalmazott, aki megmondja mindenkinek, hogyan végezze a munkáját. You look at me when I'm talking to you, you bitch! Mrs. Stampler! You lady, come here! Come here, you want my problems? Let's clear up! 7. Jennifer Lopez. My reputation apparently is pretty solid, so... Elég nehéz igazi színésznőnek nevezni J-Lo-t, mivel a legújabb filmjei... Nos, hadd ne kommentáljuk, milyenek lettek. You did not just poke me! Don't you touch me, you... Two-bit tramp. Oh! Jennifer híres a hisztis hercegnős viselkedéséről, külön kívánságai vannak a forgatások alatt, mint például 5 csillagos hotel és privát repülőgép, hogy kényelmesebben utazhasson. She was supposed to be going to India to perform, but she asked for a private plane. She also asked for an exorbitant amount, that's what they're saying, of hotel rooms for her huge entourage. És hogy ezt hogy éri el? Szimplán nem hajlandó addig színészkedni, amíg nem teljesítik a követeléseit. Kábo, kábo.
Hatodik, Catherine Heigl. Yeah, you think that's funny? Yeah, I do. Catherine nem ismeri azt a mondást, hogy ne harapj abba a kézbe, amelyik ételt ad, hiszen pontosan ezt csinálja hosszú évek óta. Just a theory, one of many. Hatalmas szalagcímekkel számolt be a sajtó annak idején, hogyan pocskondiázta a Felkoppintva című vígjátékot, azt a filmet, amely mozisztárrá tette őt. She was complaining about how the movie depicted women in a very negative way, and that she didn't like it, and she was a little ashamed of even starring in that movie. Azt mondta, ódivatú, szexista és megalázó képet fest a nőkről. Leghíresebb botránya pedig egyértelműen az volt, amikor nyilvánosan becsmérelte a Grace Klinikát, a sorozatot, amely feltette a sztár térképre. It's just a job. It's just a job. It's the thing you come home from, not the thing you come home to. And if you lose your job, you get another one. Ötödik, Bruce Willis. You ready? Csak rá kell nézni, vagy ne ítéljünk külső alapján. Do you even listen to yourself sometimes? Kevin Smith szerint, aki a Két Kopper című filmet rendezte, Bruce-szal együtt dolgozni egy igazi rémálom. I've never seen that movie. Úgy jellemezte az együtt töltött idejüket a forgatás alatt, idézem, lélekromboló. De több rendező is panaszkodott már Willis kemény kritikáira és állandó kötözködésére a forgatások alatt. I want to see the expression on your face. You want to see the expression on my face? The expression you're going to see on my face is f**k you. I hate anniversaries. De védelmére szólva a film, a Két Kopper nem éppen egy Oscar-díjas alkotás. You should know better. Negyedik, Mike Myers. We're not worthy! We're not worthy! Na, most biztos leesett az állatok. A fickó vicces és tehetséges, de úgy tűnik nem éppen a legkellemesebb munkatárs. One crazy get-up you got there, fella. Hey, thank you. Többször úgy jellemezték, hogy a forgatásokon egy kicsit többet képzel magáról, mint amennyit kellene. Rengeteg cég és nagy név a szakmában kijelentette, hogy nem hajlandóak együtt dolgozni vele. It's a very groovy time. Azt beszélik, hogy egyszer kirúgatott egy embert, mert az belenézett a szemébe forgatás alatt, csak mert éppen nagyon rossz napja volt. Well, that's where I see things just a little differently. Contractor, no. I will not bow to any sponsor. Harmadik, Lindsay Lohan. You're like really pretty. Thank you. So you agree? What? You think you're really pretty? Oh, I don't know. Mindenki kedvenc és legcukibb hollywoodi színésznője olyan hatalmas filmekből, mint... most nem jut eszembe egy sem. Great, I'm being carjacked by my own car. Akárcsak Charlie Sheen, Lohan sem tudja, hogy kell letenni a piát. Arról híres, hogy rengeteget bulizott, és nem egyszer másnaposan, vagy még aznaposan jelent meg forgatásokon. Márha egyáltalán bement dolgozni. Do you hear that? It's nothing. Az állandó partizásai állandó késésekhez vezettek, és olyan is előfordult, hogy túl másnapos volt ahhoz, hogy érdemben tudjon előadni. I don't, what happened? I don't understand. What do you mean something happened? Második, Val Kilmer. It's the car, right? Chicks love the car. Attól függ, kit kérdezel. Egyesek szerint ez a fickó mentálisan instabil. Chair. Nagyon sok exe beszélt róla úgy, hogy furcsa és beképzelt. Ezt megerősítette Joel Schumacher is, aki a Mindörökké Batman-t rendezte, úgy elemezte Kilmert, hogy gyerekes, durva és nem odaillő a viselkedése. Are you yesterday's news, Bruce? Kilmer folyamatosan harcol az operatőrökkel és az öltöztetőkkel minden forgatáson. Egyszer még ott is hagyott egy reklámforgatást, amikor nem volt több mint 12 éves. Until one terrible morning you wake up and realize that revenge has become your whole life. And you won't know why. You can't understand. Mielőtt felfednénk az első helyzetet, íme pár kellemetlen sztár, akiket érdemes megemlíteni. You can stop trying to read my mind, sugar. You're never going to get anything from me while I'm like this. I mean, no one makes them up. They seem to have made themselves up. Hey, I wonder if I want to turn that down a little. I'm not in the business. I am the business. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius. Első helyezett, Marlon Brando. Now that's how I'm gonna clear the table. Tudod, vannak olyan alkalmazottak, akik csak leszarnak mindent. Azt tesznek, amit akarnak, és sosem hallgatnak a főnökre.
Hollywoodban ez a személy Marlon Brando volt. Those kind of words have been on your tongue and your sister's tongue is too much around here. What do you think you are, a pair of queens? Brandot híresen nehéz volt irányítani, és még csak meg sem tanulta a szövegeit. Simán leírta őket pici cetlikre, amiket elrejtett a díszletben, kamerán kívül. Look at yourself. I understand that I must be shocking you. De olyan is előfordult, hogy fülhallgatót viselt, amiben súgták neki a szöveget. Horror and moral terror are your friends. If they are not, then they are enemies to be feared. Ettől függetlenül valamit csak jól csinált, hiszen a mai napig a világ legelismertebb színészei közé tartozik. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Egyetértesz a listánkkal? You are totally out of control. You're gonna get yourself killed. Mely színészek lehetnek a legelviselhetetlenebb kollégák egy forgatáson? You know, I have one simple request. And that is to have sharks with frickin' laser beams attached to their heads. Iratkozz fel, hogy ne maradj le további top 10-es listákról. I'm the king around here. And don't you forget it.